Szép napot kívánok! Hát itt állok hosszú réten, az idő az eléggé karcos, de mindegy, még esőt befejezzük gyorsan a riportot. Itt van mellettem két képviselője jött, és egy ilyen magyar politikai kultúrában teljesen szokatlan dolgot véltünk felfedezni, hogy nyilvános vita lesz hétfőn. Én ezt 3 éve könyörgök, hogy vezessük már ezt be, mert ez a demokrácia. Ezt hogy érted el? Te tényleg lesz? Hát, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Én nagyon remélem, hogy lesz, én ott leszek. Tehát a Gazdagréti Közösségi Házban most hétfőn, azaz mi lesz hétfőn, nem tudom, hányadika lesz? Harmadika lesz hétfőn. Este 6. Tehát június 3-án este 6 órakor a Gazdagréti Közösségi Házban nagy szeretettel várok mindenkit. Szeretném, hogyha minél több ötlettel és kérdéssel érkeznétek és érkeznének, és nagy szeretettel meghívom ez alkalommal Andrást is, mint helyi hírforrás, és mondjuk a műsor levezetője, és hát természetesen Adrient, Gábort és minden érdekeltet várunk. Balogh Péter képviselőtársammal együtt. Egy dolgot nem mondtál még el, amire a legelején céloztam, hogy szokatlan dolog, hogy nyilvános vita. Kivel akarsz vitázni? Meghívtad, jön, mit tudunk? Igen. Köszönöm szépen a kérdést, jogos. Bakai Nagy Zita képviselő és alpolgármester asszonyt várjuk nagy szeretettel ezen a vitán. Én tegnap elmentem a Nagyszeben térre, ahol ők tartottak egy utcafórumot, úgy, hogy ugye egy Facebook posztban hívott meg engem, én egy viszonylag korrekt meghívót küldtem neki, hát nem e-mailben sajnos, mert ő tegnap ezt kifogásolta, hogy nem e-mailben küldtem el, de miután tudomása van róla, így azért elvárjuk, hogy ő is megjelenjen és elmondja az ő véleményét is az elmúlt 5 évről, és hogy arról, hogy mit terveznek a következő 5 évben, ez mindenképpen nagyon fontos, hiszen az összes itt lévőt érintés, az ő létüket, életüket ez befolyásolja. És azért ne felejtsük el, hogy nem csak egymással vitatkoztuk, hanem a közönség is kérdezhet. Így van, akár tőled, lényeg, akár az Itától, bárkitől. Tehát ez egy interaktív történet lenne. Abszolút. Mindenki ez alapján tudja például a jó döntését meghozni június 9-én, ha jól emlékszem a dátumra. Így van, abszolút. Ez lenne a lényege, hogy minél többen eljöjjenek, és kérdésekkel készüljenek, amire megpróbálunk, illetve megpróbálok válaszolni, hogyha esetleg olyan kérdést tesznek föl, amire abban a pillanatban nem fogok tudni válaszolni, akkor ezt természetesen fölírom, vagy fölírjuk, és megválaszoljuk a kérdést. Péter, ott leszel, ez azért is érdekes, hogy ott vagy, hiszen könnyen lehet, hogy feljönnek innen Hosszúrétről is. És ugye az téged érint, meg a Keller Zsoltot érinti. Tehát egyrészt ott leszel-e, illetve szívesen látod-e a Keller Zsolt, és akkor meg veled vitázik adott esetben? Adott esetben erre nyitott vagyok. Én ott leszek. Ádám megkért, hogy tartsak vele, szívesen eljövök. És akkor én nem hívtam meg ugyaneddig Keller Zsolt urat, de amennyiben eljön, akkor szívesen látom. Hát akkor kedves Keller Zsolt, kedves Bakai Nagy Zita, a meghívás ezen a csatornán is, meg más csatornán is elment. Szerintem ez egy izgalmas történet, szerintem a demokrácia az így működik. Tőlünk nyugatról ez egy teljesen bevált szokás, hogy vitázni kell, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és elerett az eső. Viszontlátásra! Úgyhogy futás!